Jó reggelt, srácok! Jó reggelt! Mindenki kelljen fel! Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Csá! Jó reggelt! Na, mi srácok! Mindenkit kerünk, kelljél fel, kis pörök fel! Márki, te is kerünk! Mi van? Jó, szóval... Reggel 6 óra. Igen, miért keltettél fel? Azért, mert a sportolók mindig korán kellene. Gyerünk, srácok! Bemelegítés! Én eszek húst, és ennyit sportolok, de az jó, mert ez ma fehérje van, protein, én tudom. Oké, kis 200 fekvő támasz, most azonnal reggelire. Nem, én megyek trambulinozni! Nem, reggelizünk, gyertek, srácok! Reggeli! Reggeli! Gyertek, szóval, egy igazi sportoló, ugye tegnap megbeszéltük, lehet aludtatok, és nem figyeltetek, de mondtam nektek, hogy mától diétázunk és sportolunk, szóval a reggeli egy jó kis turmix lesz. Ez az, mindig is szeretem volna 20 lét kipróbálni. Szóval, srácok, egy kis paradicsom, egy kis, ilyen saláta, egy kis magok, egy kis chili és még egy kis paradicsom, és mehet is a turmix. Azaz, egy kis szíve, azaz, igen, szerintem is. Ebben csak zöldségek vannak kis. Vajon hogy kell nyitani? Elfelejtettem. Ebben csak zöldségek vannak. Zöldséget reggelizünk mostantól minden nap. Na, gyerünk. De miért? Miért csináljátok ezt? Mi? Hát kis, mostantól ezek lesznek a kajáink, mert sportolunk. Kis! Na, gyere, edd meg. Jaj, lenyom, gyere. Jó lesz. Miért jössz utána? Hát, na, edd meg. Nézd. De ti csináljátok ezt, nekem már semmi közöm. Dehogy nem, te is csinálod. Gyerünk is. Le kell fogyni. Gyerünk, na! Nem, biztos, hogy nem, inkább világán megyek, hülye vagy? Istenem, jól van, oké, akkor menekülj, gyere haza, hogyha megeszed a izét. Lelövök egy lakibót a házra. Nem lövöldözöl. Adjál normális kaját. Nem, majd gyere haza, hogyha izét normális még eszel. Még egyszer mondom, ha mondja, nem válaszolsz, lövök. Ott van a hús a hűtőbe, vedd ki, haj, nem hiszlek el. Jó, oké. Okay. Elegem van, na jó, Mikey, gyere legalább nézzünk egy kis tévét. Mikey! Gyere itt a tévé előtt. Jó, oké, gyere. Na, szóval, Mikey, nézhetjük a focit? Foci bébét, tudod? A kedvenc mesémet nézzük, megbeszéltem. Foci meccs, az a távirányító. Már megint a teki táncot akarod nézni? Igen, biztos, hogy nem. Nézd, Mikey, itt van egy nagyon modern telefon, nézd, Dani, úgy, hogy ez a legújabb telefon. Igen, ez az én telefonom. Dani, nézd már meg, hogy összekevered. Jó, oké, okay, igen. Ez a legújabb telefon. Nézd, ezen tudod nézni a mesélet. De ne a nagy kijelzőn nézd, mert nézd, a kis kijelző sokkal jobb minőség, nézd. Ezt tudod hány pixel? Legalább 12. Jó, oké, okay, de én inkább a tévén szeretném. Na, hogy nem hiszlek el neked. Ez a sőt. Nem csináltok semmit. Nem tudok diétázni, nem tudok normálisan tévézni, nem lehet veletek semmit, komolyan mondom. Ó, Isten, nagyon elegem van. Aj, bárcsak nem tudom, nem is ismernének a barátaim, komolyan tök jó lenne. Jaj, fiacskám, a kívánságod holnapra teljesül. Jaj, vénerek hátam. Néni, biztos jól van? Igen, biztos jól vagyok. Várjon, megmasszírozom a hátát, feküdjön le. Ne. Így egy kicsit így meg kell így izélni, nyomkodni, figyeljen. Nem, fiacskám. Neki dobok egy ilyen tojást, nem tudom, ez biztos jó, aranyhal. A kívánságot holnapra Kirke teljesül. Most menj is pihenje. Kicsit fura a néni. Viszlát, néni. Jó. Oké, nem tudom, fura volt a néni, azt mondta, hogy a kívánságom holnapra teljesül. Mit is kívántam? Nem emlékszek már. Ja, azt mondja, emlékeznek rám a barátaim. Jó, mindegy, biztos izé, csak kamuzik. Na jól van, jó, mindenki alszik. Olyan délután 2-től aludni fogunk? Jó, oké, aludjunk. Persze, hát igen, ezt is mindig azt kell csinálni, amit ők akarnak. Na jól van, jó ét! Jó reggelt! Hello! Szia, kis fia, Mikey! Te ki vagy? Sziasztok! Halló! Várjál, Mikey, tartsd egy kicsit! Jó, feltartom! Mi a? Mi van, hogy mi bajotok van? A gazdátok vagyok! Biztos, hogy nem! De én vagyok Dani, nem emlékeztek? Nem érdekel a nevet, kiengededve! Itt vagyok a képen! Az nem is te vagy! Ez ki? Én vagyok, itt látjátok milyen menőn tudok ugyanúgy állni? Miért van itt egy kép rólad? Hát, mert... Hol kaptad csak ki?
Az én házam, srácok! Ez nem a házam, nem! Ne! Mert kék beszél, minden? Áú! Ne, ne! Becsukom az ajtót, bejön a húzás, jó, oké, kimegyek! Mit csinálsz? Becsuktam az ajtót, mert bejött a húzás. De te is vered, Mikey, nem te engedted be? Nem, van idegen, betöltem. Ott vagyok kis melletted a képen. Jézusom, ez nagyon beteg, ez hülye vagy? Mi az? Miért ütötted ki? Ilyen képeket csinálsz. Úristen. Srácok! És komolyan, mi ez? Miért nem emlékeznek rám? Néni, haló? Jaj, fiacskám, igen. Te, hallod, miért nem emlékeznek rám az emberek? Szokták mondani, hogy vigyázz, mit kívánsz. Jó, tehát most figyeljen, Mónes akar engem tanítani, értem. Oké, megbántam, változtassa vissza. Sajnálom, fiacskám, erre nincsen visszaút. Jó, hagyjuk, mindegy, nem hiszek neked, biztos, hogy beszéltél velük, lefizetted őket. Srácok! Megbántam! Várjátok, jó, nem kell zöldséget enni! Hol van izé hús? Miért vette ki mindet kis? A istenem! Egy napig nem vagyok, de az összes izét kaját megeszi a hűtőből. Jó, legalább a kenyér még maradt. Remélem, hogy nem tudom, nem fognak annyira utálni, megölni ilyenek. Csak nem tudom, valahogy ez az eszükbe tudom juttatni. Hogy tudom a legjobban az eszükbe juttatni? Tényleg, zenén kell. Hát persze, egyértelmű. Srácok! Mutatok valamit, nyári gyerek vagyok, csak szólj, csak jókat mulatgatok! Honnan tud ezt a zenét? Itt nem, csak énekeltem nektek! Nem, most nem! Srácok! Elmentek. Jó, legalább a lenti szint akkor az enyém. Jó, srácok, a ház felső része a tietek! Nem lehet meg többet! Jó! Nyisd ki! Nem bírok bemenni! Istenem, hogy bezárták az ajtót. Jó, még a garázsom úgy lehet nyitva lesz. Aj, mit csináljunk, srácok? Én nem akarom többet, hogy utáljanak. Én nagyon megbántom. Én nem akarom elveszteni a barátaimat, meg a házamat se. Áú. Elmész most már innen? Elmegyek, bökölcök, nem tudom, a régi házadban vagy valami. Még egyszer meglátlak. Várjál, kis, tudom, hogy ott van egy... Ilyen fura cucca lábadon, talpadon, ilyen fura anyajegy. Mi van? Van egy fura anyajegy a lábadon. Na jó, most volt elég. Mit hívsz? Menj már innen meg szétlőre! Jó van már! Úristen. Mit csinálsz? Kis! Rányítom Herobrine-t! Herobrine-t? Ne! Csak Herobrine-t! Várjál, ez a közös kamu. De hogyha tőlem 200 méterre vagy, akkor nem tud támadni, mert ennyi sajnos csak a határ. De mindig 200 méterre leszek tőled, hogy elátkozzanak! És ezt a kamut közösen találtuk ki még annól, hogy elérszük Mikey-t, meg ilyenek. De mindegy, hiszek neked. Nem! A teknős füleitől fordítva hallják. Ja, akkor nem ijesztél engem. Imádom Mikey-t. Na jó. Hülye. Ja. Nem leszünk barátok? Azt mondtam most, hogy okos vagy, tudod, fordítva kell hallanod. Figyelj kis! Ez nagyon vicces, ott legyünk barátok, leszek a gazdád, ide költözök, mit szólsz? Jó, azért egy kicsit nyugi, de gyere, nyugodtan egy. Jó, oké, végre itt lakatok. Na, zártad magadat? Na jó, akkor... Bemegyünk itt a garázsba. Kis, kizársz az ötöt. De nem így voltam be! És hogy lehet ide felmenni? Jó, mostantól akkor az én kutyám vagy, nagyszerű. Nem, te vagy az enyém, nem? Mi? Én a te kutyád. Nem leszek a kutyád. Na de nem. Viszont én leszek a te kutyád. Na miért? Nem. Az én csak az én házamban vagyunk. Nem, ez az én házam! Jó, nem érdekel. Jó, öreg néni, bármit mond, megcsinálok, csak változtassa vissza, ezt nem bírom tovább. Jaj, fiam, ez nem ilyen egyszerű. Mi ez a tilos megnyomni? Jaj, azt ne nyom meg. Mi lesz, ha megnyomom? Akkor minden visszaáll az eredeti rendjére. Most ez komoly? Oké, nem nyomom meg. Oké, azt hiszem működött. Néni? Kis! Mi van? Kis, ismersz? Igen. Dani vagyok, tudod? Én ez az én házam? Hát, közös. Nem az enyém. De, jó, mindegy, közös. Tudod, a gazdám... gazdád vagyok? Tétlő van. Kit? Nénit? Miért nem? Mi vagy a nénikkel, kis? Az én piac egységem volt. Jó, oké, mindegy. Amíg el nem tette tőlem a rendőrség. Jó, oké, mindegy. Mikey, ismersz engem? Mikey... Hol? Tudjok, megyere már be, Dani! Jó, na! Ismersz engem, Mikey? Na, igen, de menj, Mikey, na!
Jó, tessék! Itt egy kis kebab. Jó, köszi, Mikey! Ez is a ráta! Hol a kebab? Nem, ez ilyen borsó volt. Sárga kis! Hú, ez csak bab, nem kebab. Srácok, köszönjük, tudok meg ebben a videóban, úgy tűnik, hogy minden visszaváltozott szerencsére. A gomb mindeneket, mindent megold. Ha látok egy gombot, akkor csak meg kell nyomni, és akkor mindig jó lesz. Bár hogyha az van ráírva, hogy bomba, vagy bármi ilyesmi, akkor azért úgy kerüljétek el. De ja, hát nem működik. Jó van, srácok, köszönjük, tudok. Kis, mondj valamit a végére. Igen. Várjatok, most kellett tanulnom egy verset, abból egy részletet megpróbálok felidézni. Kertem narciszokkal végigültetéd, csorgó patakokkal fáim ültetéd. Rám ezer virág, maradj már! Honnan tudod ezt a versetet? Jó van, srácok, tanuljatok verset, sziasztok!